Ismételten két mozgalmas héten vagyunk túl. Nyakunkon a hosszú ideje várt Halo Infinite megjelenése, leleplezték a decemberi Games with Gold játékokat, menő új repülővel bővült a Microsoft Flight Simulator, és egy halom izgalmas címmel egészült ki a Game Pass játékok hosszú listája. Bőven van tehát miről mesélnünk, csapjunk is bele gyorsan! Kezdjük egyből a december Games with Gold játékainak listájával. Mint mindig, most is összesen 4 játékot fognak kapni az előfizetők. Egész hónapban letölthetik az Xbox One-os The Escapist 2-t, december 16-tól pedig a Tropico 5 Penultimate Edition-t. Xbox 360-as fronton a hónap középső felében az Orcs Must Die érkezik, a másodikban pedig az Insanely Twisted Shadow Planet válik elérhetővé. Decemberben sem fogunk unatkozni, ez teljesen bizonyos. Unalomra pedig már csak azért sem lehet okunk, mert december 8-án jelenik meg a Halo Infinite Master Chief legendás kalandjának következő nagy felvonása. A PC-re, Xbox One-ra, valamint Xbox Series X-re és S-re a Halo Infinite egészen új szintre emeli a szériát, mind az egyjátékos kampány, mind a multiplayer terén, az utóbbi, vagyis a többjátékos mód ráadásul ingyenesen elérhető már most is mindenki számára béta formájában PC-n és konzolokon is. A héten kapott a játék egy végtelenül látványos végső előzetest, ezt mindenképpen érdemes megnézni, ha ti is nehezen bírjátok már a napokat, Master Chief nagy visszatérésére várva. A Halo Infinite kampánya egyébként az összes belsős Xbox Game Studio címhez hasonlóan azonnal bekerül a Game Pass kínálatába, pont mint a nemrég megjelent Forza Horizon 5 is, ami az eddigi legjobb starttal rendelkező Xbox játék lett. Ha pedig már úgyis szóba került a Game Pass, akkor vegyük át gyorsan a kínálatba bekerülő legújabb játékokat. A héten elérhetővé vált a Game Pass előfizetők számára az Anvil, az Archvale, a Final Fantasy 13-2, a Lone Mowing Simulator, a Rubber Bandits, a Stardew Valley és a Warhammer 40,000 Battle Sector. Az elkövetkező pár napban pedig érkezik a Space Warlord Organ Trading Simulator, a One Piece Pirate Warriors, az Aliens Fireteam Elite és az Among Us is. A Game Pass-be szabadon játszható a Microsoft Flight Simulator is, ami nemrég egy új szárnyas csodával bővült, a PMDG Douglas DC-6 is vezethetővé vált a világ legjobb repülőgép szimulátorában. Már csak ezért is érdemes lehet mostanában visszanézni a játékba, ami PC-n és Xbox Series konzolokon is futtatható. Ugyan múlt vasárnap végére ért a 2021 őszi Game Pass Online Fesztivál, azért ne feledjétek, az összes adás visszanézhető a GameStar Hungary YouTube csatornáján és az Xbox Magyarország Facebook oldalán is, szóval ha esetleg lemaradtatok volna valamelyik livestreamről, vagy szívesen újra néznétek az egyik epizódot, akkor erre bármikor megvan a lehetőségetek. Előző adásunkban meséltünk már nektek az Xbox 20. születésnapi bulijáról, de két fontos dolgot mindenképpen szeretnénk még megemlíteni a kerek évforduló kapcsán. Egyrészt érdemes ellátogatni a museum.xbox.com weboldalra, ahol saját Xboxos emlékeiteket nézhetitek vissza, illetve nosztalgiázhatok kicsit az elmúlt konzolgenerációk mérföldkövein a virtuális tárlatokban. Ezen felül pedig mindenképpen említésre érdemes a limitált 20th Anniversary Special Edition Controller, ami 23.499 forintos listáron érhető el. A klasszikus fekete és zöld színekben pompázó periféria előső fedlapja tényleg különleges, mivel egy átlátszó bolításról van szó. Ezek voltak az elmúlt két hét legfontosabb hírei. Kövessetek bennünket továbbra is az Xbox Magyarország Facebook, Twitter és Instagram oldalain, illetve ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a Microsoft Magyarország YouTube csatornájára. Hamarosan újra találkozunk, két hét múlva már jelentkezünk is újra a legfrissebb hírekkel. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!